ezek az utolsó itt töltött órák Schweizban, úgyhogy foglaljuk is össze, hogy mi is volt ez alatt a közel 4 nap alatt, amit itt eltöltöttünk. Az is igaz, amit mondanak az itt élő magyarok, hogy sok minden olcsóbb, mint odahaza. És nagyjából ugyanannyi a bevásárlás, mint odahaza. Én azért nem ezt tapasztaltam, tehát ezzel azért én vitatkoznék. Vannak, amit nagyon olcsó meg lehet venni, nagyon jó akciók vannak, tehát itt nem ilyen 30%-os akciókkal, meg max. 50%-os akciókkal dobálóznak, hanem minimum 50%, amit tapasztaltam, például az Ottosban is. Ott azt gondolom, hogy nagyon jól föl lehet szerelkezni ruhaneműkkel, lehet venni ásványvizet olcsón, több darabos kiszerelésű élelmiszereket is meg tudjátok venni olcsón, mosogatószer, mosószer, öblítő, ezeket is viszonylag olcsón be lehet szerezni, és nagyon jó akciók vannak, tehát van, amikor 70%-os akció is van. Itt azért másként mérik, amikor kifutó termékről van szó, tehát hogyha ügyes valaki és mindig akciós termékeket vásárol, akkor azt gondolom, hogy lehet spórolni. De Svájc egyértelműen nem a spórolásról szól. Tehát akik itt dolgoznak is, ők könnyelműen szórják a pénzt, én azt látom, tehát az itt élő magyarok is, akik itt dolgoznak, hiszen azt gondolják, hogy milyen sokat keresnek, és akkor megengedhetik maguknak azt, hogy szórják a pénzt nyugodtan, és megvehessék, amire csak szükségük van, de bizony, amit így megvesznek, az nem az a kategória, ami már nagyon olcsó lenne, és lehet vele spórolni, és azt gondolom, hogy többet is félre lehetne tenni, hogyha ez a célja valakinek, hogy kijöjjön és félretegyen annyi pénzt, hogy otthon tudjon vásárolni mondjuk 2-3 lakást, meg magának egy családi házat, a lakások albérletéből abból meg tud élni, és a házban pedig tudja élni az életét otthon Magyarországon. Már hogyha akarja egyáltalán. Az itt töltött idő alatt azt láttuk, hogy egészen más az élet, egészen más az emberek mentalitása, tehát sokkal-sokkal boldogabban lehet szerintem idekint élni, meg egészen más a környezet is, egészen más a levegő tisztasága, a víz tisztasága, a köztisztaság, tehát nincsen szemetelés, tehát egészen más itt a mentalitás, ez a lényeg így összefoglalva. Ezen a kis településen a közbiztonsággal sincs semmi probléma, tehát nyugodtan kint lehet hagyni az autót nyitott ajtókkal is, senki nem fog hozzányúlni, kint lehet hagyni a biciklit lezáratlanul, nincsenek kerítések, átjárnak az emberek ide-oda. Abban viszont biztos lehet mindenki, hogy ha valaki bűnt követel, akkor ezt nagyon gyorsan felderítik, és nagyon gyorsan le tudják zárni az utakat, tehát nagyon hatékonyan működik a rendőrség is itt Svájcban, legalábbis ezben a régióban. Lehet, hogy Zürichben vagy a Genfben, a nagyobb városokban ez nem így van, de itt mi ezt tapasztaltuk, bár rendőrt nagyon ritkán látni egyébként. De még egyszer mondom, ha viszont felhívjátok a rendőrséget, hogy valami bűnügy történt, akkor pár percen belül ott teremnek. Tehát ha valakinek az a célja, hogy pénzt spórolni jöjjön, de Svájcba is félretenni, azt is meg tudja tenni, tehát meg lehet húzni a nadrágszíjat, de még egyszer mondom, nem ezt látom, hogy ez lenne a megszokott dolog, hanem inkább nagy lábon élnek nyilván az emberek. A közlekedésben is ezt láttam, tehát az autópályán is itt nem lehet 90-100-szal menni, tehát itt föl kell zárkózni a 120-as tempóhoz minimum, itt nem nézik jó szemmel, hogyha csak így paroszkálunk az úton, mindenki nyomja neki, nem kímélik az autókat, hiszen megengedhetik maguknak, hogy lecseréljék akár 2-3 havi fizetésükből is, rengeteg az elektromos autó, rengeteg a Tesla, tehát majdnem azt mondhatom, minden 4.-5. autó az elektromos autó, és azokból nagyon sok a Tesla is, és nem nagyon látni alacsony kategóriás autót, tehát mind-mind magas kategóriájú autóművet járnak az emberek, de innen Svájcból biztos, hogy nem vennék autót, tehát itt nem kímélik az autókat, ellentétben viszont ezzel nagyon jól szervizelik őket. Tehát itt azon sem spórolnak, tehát mindig elviszik a szervizbe, bármi baj van az autónak, akkor megjavítatják. Tehát ez meg ellent mond ennek, hogy így hajtják őket. Hát egy nagyobb kategóriás autónak nem árt, hogyha ha hajtják, és ott talán nem okoz problémát. Nagyon sok a villanyautó töltő, tehát ha valakinek elektromos autója van, akkor az jó jár itt. Bár nem tudom, hogy milyen áron lehet, amit én láttam, az ilyen 300 forint körüli ár volt. De az itteni fizetésekhez mérten az sem drága. Nem beszélve arról, hogy 2 svájci frank most jelenleg az üzemanyagár, tehát 800 forint fölött van az üzemanyagár jelenleg itt svájci viszonylatban. Nézzük is meg, hogy mi miket vásároltunk. Van egy nagyon finom ital, ez a Rivella névre hallgat, és ez például, hogyha 6 darabot veszek, akkor 14,95 a 6 darab, másfél literes üveggel. Ez ugyanez, hogyha egyenként megveszük, akkor minimum olyan 2,20-2,30 körül van darabja, tehát a Lidlben ugyanilyen 6 darabos akcióban 20-21 svájci frankért láttam, tehát az Ottosban lehet
igenis spórolni ezekkel. Na most itt van egy átlagos Lidl-ös bevásárló listánk, ez 62 svájci frank volt. Tehát, hogyha ezt átszámoljátok, akkor ez a 24 ezer forint, és a fiamék is erről számoltak be, hogy olyan 20-30 ezer forint körül van egy átlagos bevásárlás itt ebben az országban. Van, ami ugyanannyiba kerül, de azért legtöbb dolog sokkal drágább. Tehát a hús ez sokkal drágább, mint nálunk, a tojás is drágább, de majd lesz egy összehasonlító táblázat, azt már én elkészítettem. A Bauhausban bővebb a választék, viszont drágábbak az építőanyagok is, meg minden segédanyag. Az elektronikai cikkek azok vagy olcsóbbak, vagy körülbelül ugyanannyiba kerülnek, mint nálunk. A bútorok azok úgy vettem észre, hogy drágábbak, mint Magyarországon. De egy biztos, sokkal drágább idekint az élet. Az albérletek azok ugye egy kis lukat, amit mondtam, hogy ha valaki spórolni jön, akkor ilyen 20 négyzetmétert lehet bérelni, akár egy főre, vagy még ketten is el lehet héderelni. Ezek ilyen 650 svájci frank körül vannak. Ami viszont már komolyabb, tehát kényelmesebb szállás, azok ilyen 1300-1700 svájci frank, vagy a fölött, tehát sokkal drágább, mint odahaza. Nyilvánvalóan a fizetések is egészen mások. A fizetésekben ugyan mondtam is, hogy 3500-4500 svájci frank, és ebből jönnek le az adók. Az ezt megnézem, hogy mennyi az, ami megmarad. És nagyon érdekes, ha már a Bauhausnál tartunk, a Bauhausba lehet kapni napelemet is, tehát 410 wattos napelem, az 200 svájci frankba kerül, és lehet kapni ilyen mikroszolár rendszereket, ilyen balkon szolár rendszereket, ami 2 darab ilyen napelemet tartalmaz, 600 wattot tud termelni, mikroinverterrel föl tudjátok szerelni, és itt nem probléma, hogyha betápláltok a hálózatba ezek szerint, Magyarországon ezek tiltottak, ez pedig 800 svájci frankba kerül, tehát az azt jelenti, hogy 400 ezer forintért kaptok egy ilyen rendszert, hát ez az elég drága, úgyhogy úgy látom, hogy Germany a gyártó, úgyhogy lehet, hogy jobb minőségű, mint amit Kínából vásárolunk, de nekem úgy tűnnek egyébként az eszközök, hogy azok viszont Kínában készülnek. Beszéljünk egy kicsit a betegbiztosítási rendszerről is. Ha idejöttök turistaként, akkor mindenképpen kössetek egy magas felszereltségű vagy magas tartalmú utasbiztosítást, amiben van krónikus betegségekre vonatkozó tétel is, tehát ne csak baleset legyen benne, meg ne csak ilyen kórházi sürgősségi kezelések, hanem hogyha van mondjuk valamilyen krónikus betegségetek, mondjuk egy cukorbetegség vagy bármi, akkor annak is legyen fedezete, hogyha itt ellátásra szorultok. Hát egyébként ez nem lesz benne. Ha kívánjátok az Európai Unióról is kiterjesztett egészségbiztosítási kártyát, ugye ezt az önkormányzatnál, az okmányirodákban megtehetitek, ezt érdemes hoznotok magatokkal, egy bizonyos részét fedezni fogja, viszont Svájcban nagyon drága az orvosi ellátás, és biztosak lehettek benne, hogy lesz önrészetek. Arra is készüljetek fel, hogy legyen a zsebetekben jó sok svájci frank, vagy a bank számlátokon pénz, mert nektek kell kifizetni itt, nem automatikusan a biztosító utalja át ezt a pénzt, hanem először nektek kell kifizetni. De most gondoljatok bele, hogy van egy helikopteres mentés, belekerül mondjuk 5 millió forintba, svájci frankba átszámolva, akkor azt ki kell, hogy fizessétek először, és majd utána kifizeti vagy az utasbiztosításotok, vagy kifizeti majd az egészségbiztosításotok. Most nyilván nem a helikopteres mentés a leggyakoribb dolog, de ha valamilyen sürgősségi orvosi ellátásra szorultok, akkor ugyanez a helyzet. Tehát itt egy foghúzás is több száz svájci frankba kerül. Erre is készüljetek fel. Általában olyan utasbiztosítások vannak, amiben maximálva van, tehát ilyen 400 euró körül van maximálva egy-egy fognak a kezelése, és ott is általában megoszlik, tehát egy fog az 200 euró, tehát 2 fog van benne, és akkor az 400 euró. Úgyhogy ezt mindenképpen tegyétek bele, én azt javaslom, hogyha munkát vállalni jöttök ide, és még munkát kerestek, akkor is kössetek hosszú távra ilyen utasbiztosítást. Ugyanis amikor megkapjátok a szerződéseteket a munkahelyen, akkor onnantól kezdve rendelkeznetek kell TB biztosítással is, tehát az kötelező. De addig, amíg nincs munkaszerződésetek, addig nem tudtok TB-t kötni. A TB biztosítás az úgy néz ki, hogy többféle változat közül lehet választani. Az egyik az 250 svájci frank, a magasabb az 350 svájci frank, igen, ez akár 100 ezer forint, vagy még a fölötti összeg is, jó hallottátok, és ebben nincs benne minden. Tehát a 250 frankos változatnál ott 500 frankig ti fedezitek az ellátást, és 500 frank fölött fizet a biztosító. De ott már fizet a biztosító. És ott is vannak önrészek, most ezt pontosan nem néztem utána, de a 250 frank, ugye az az alap, azt mindenképpen meg kell kötni, de én nem ezt választanám. Hogyha nincs betegségetek,
egészségesek vagytok, fiatalok vagytok, akkor lehet választani ezt a 250-eset. Viszont ha már van valamilyen betegségetek, mondjuk egy asztmátok, vagy magas vérnyomásotok, vagy bármi más, akkor mindenképp a 350 svájci frankos változatot kell választani. Itt is talán valamekkora összegig nektek kell fizetni, talán itt is van az 500 svájci frankos alap összeg, de a fölött már a biztosító érint mindent. Azt is érdemes tudnotok, hogy ha baleset ér valakit itt, akkor 100%-os tárpénz jár, akkor is, hogyha a munkahelyen kívül történt ez a baleset, és ebben az esetben is mindig a munkahely fedezi ezeket a költségeket, és nem nektek kell fizetnetek. Tehát itt a munkahely, aki majd fizetni fogja az orvosi ellátást, meg a különböző terápiákat, rehabilitációt és minden egyebet. Tehát az orvosi ellátás az nagyon-nagyon kemény, az nagyon-nagyon drága ideként, viszont ahogy az itteni ismerősünk mondta, legalább 80 évvel fejlettebb, illetve a magyarországi 80 évvel el van maradva a svájci orvostudomány mögött. Ugyanis, hogyha bementek a házi orvoshoz, akkor pár száz svájci frankért ő végzi el egy újbegyből vett mintából, egy vércsepp analízissel, nagyon komoly felszereltségük van diagnosztikából, és azonnal megnézi, hogy milyen a vérképetek. Ha szükséges, akkor tovább küld benneteket, ahol már vénás vért, rendes vérvétellel vesznek, és sokkal több mindent meg tudnak vizsgálni, de ő ezzel kezdi az egész vizsgálatot, hogy ő vesz újbegyből egy vérmintát, azt kielemzik, és annak alapján kezd el vizsgálódni. Ennek is díja van, tehát ezt is nektek kell az első alkalmakkor fizetni, utána viszont már a biztosítás téríti ezeket a költségeket is, illetve a további kórházi ellátásokat. Az is nagyon furcsa, hogy nem felírja a gyógyszereket az orvos, és elmentek a gyógyszertárba kiváltani, hanem ott helyben ő oda is adja, hogyha szükség van antibiotikumra, vagy bármilyen fájdalomcsillapítóra, lázcsillapítóra, ezt már a házi orvosatoktól meg is kapjátok. Elég jó felszereltségük van gépekből, tehát sok mindent már a házi orvos is meg tud vizsgálni. Szerintem nagyon jó felkészültek az itteni orvosok, tehát több olyan történetet is hallottam, amit Magyarországon be se vállaltak volna, vagy mondjuk két alkalommal operálták volna, például egy térműtétnél, helyre tudták hozni itt. Nem véletlen, hogy sokan ide járnak kezeltetni magukat, hogyha súlyos betegségben szenvednek. Ez itt egy, hát mondhatjuk azt, hogy adóparadicsom, vagy ha valakinek pénze van, akkor viszonylag könnyen szerezhet állampolgárságot, egyébként dolgoznotok kell igen keményen, tehát azért a másfél millió forintért, amit itt meg lehet keresni, vagy akár ennél magasabb összeget is, azért meg kell dolgozni, ezt megkérik a munkát is a pénzükért a svájciak. Tekintve, hogy Svájcnak nincs kiadatási egyezménye nagyon sok országgal, ezért nagyon jó megférnek itt azok az emberek, akik szeretnék meghúzni magukat, és akár mondjuk egy szállodában élik az életüket. Tehát ilyen történeteket is lehet hallani. Abban most nem menjünk bele, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy valaki pénzért kaphasson itt állampolgárságot. Lehet, hogy ezek csak ilyen városi mendemondák, de erre is van állítólag lehetőség. Ha itt valaki újonnan akar építeni egy házat, mondjuk egy 150 négyzetméteres ingatlant, akkor van 1 millió svájci frankra készüljön fel, hogy ennyibe fog kerülni ez az építkezés. Egyébként egy ilyen 100 négyzetméter körül, vagy 70-80 négyzetméter körüli ingatlant, azt olyan 200-240 ezer svájci franktól egészen 400 ezer svájci frank közelében lehet megvásárolni, ha lehet vásárolni. Szerencsére épülnek új ingatlanok, úgy tűnik, tehát ez egy fejlődő ország. Gazdag ország, az jól látszik, tehát sok mindenben van lehetőség. Úgy munkát vállalni kijönni, hogy nem tudtok semmilyen nyelven, az szinte lehetetlenség. Tehát az a minimum, hogy legalább angolul, de az angolra sokra nem mentek ott maximum vendéglátásban. Minimum a németet azt jól kell beszélnetek, de vannak olyan helyek, például az egészségügyben, ahol mind a kettő követelmény. Tehát, hogy beszéljetek angolul is, meg beszéljetek németül is, és jól beszéljetek angolul és németül. Sok végzettséget, az hiába van nemzetközi Magyarországon megszerzett végzettségetek, azt nem fogadják el Svájcban. Tehát itt helyben kell megszerezni bizonyos végzettségeket, és azzal tudtok boldogulni. Nagyon jó a vállalkozók élete olyan szempontból, hogy egy évig adómentesek vagytok, hogyha itt vállalkozást indítotok. Ez egy jó dolog. Minél magasabb a jövedelmük itt az embereknek, annál több adót fizetnek, tehát ebben is előre jár Svájc, azt gondolom, hogy Magyarországgal szemben. Majd ezt is kielemezzük, hogy abból a 4500 svájci frankból mennyi marad meg, amikor megkapják az emberek a fizetésüket. Ugye itt levonják még belőle az albéletet, levonják még a parkolást, levonják a TB-t, tehát utána majd meglátjuk, hogy mennyi marad. Erről is beszélni fogunk. Itt sem
kolbászóvon a kerítést, ezzel csak azt akartam mondani, viszont tényleg egészen más a mentalitás, és egészen más itt az élet. Ha viszont elmentek egy étterembe, akkor készüljetek fel, hogy mondjuk két személynek legalább egy 20-30 ezer forintból jön ki egy-egy étkezés, még akkor is, hogyha olcsó mondjuk menüt esztek, de hogyha egy komolyabb helyre mentek, akkor ennél sokkal többet el lehet költeni. Tehát ez is sokkal drágább, mint Magyarországon. Ha jól emlékszem, akkor maximum egy évig tudjátok használni a magyarországi jogosítványotokat, utána a svájci jogosítványt kell váltani. Az autót, ha Magyarországról jöttök be, mondjuk egy magyar rendszámú autóval, akkor 10 hónapig tudjátok itt használni, utána kötelező svájci rendszámra átrendszámozni, és onnantól kezdve ugye itteni tarifánk biztosításban is, meg az itteni vizsgáztatás és más egyebek, amik vonatkoznak rá. Tehát erre is készüljetek fel, hogyha saját autót hoztok, akkor 10 hónapig használhatjátok, utána át kell honosítani ide Svájcba. Amennyiben turistaként jöttök, használhatok akár fényképes és az új típusú személyigazolványt. Ha viszont munkát vállalni jöttök, akkor mindenképpen szükségetek lesz egy útlevélre. A tömegközlekedést szeretik Svájcban, nagyon szép vonatok vannak, a buszok is kultúráltak, tehát itt szeretik az emberek ezt, mert tényleg kultúrált módon lehet közlekedni, és ugye fontos az itteni embereknek a környezettudatosság, sokkal környezettudatosabb ezekkel a tömegközlekedési eszközökkel mászkálni, mint egyedül ülni egy autóban és füstölni vele, és nagyon szép panoráma vonatok vannak az ilyen hegyi utakra, gyönyörűek a hegyek, tehát ami nekem feltűnt, hogy ezek a hatalmas 2000 méter fölötti hegyekkel körbe ölelt település, ez valami elképesztően szép. És ledöbbensz, amikor így mész az autóval, és ott van szembe veled egy hatalmas, szinte 90 fokos meredek hegyoldal, tehát az valami egészen elképesztő. Itt, aki túrázni szeret, az nagyon-nagyon jól fogja érezni magát, mert minden szabad idejét azzal töltheti, hogy elmenjen túrázni. A közüzemi díjakról még nem tudok, tehát ennek majd utána kell néznem, hogy mennyibe kerül az áramszámla, a vízszámla, a gázszámla. Azt vettem észre egyébként, hogy gáz nem igen használnak, mert nem láttam itt gázcsatlakozókat, meg ilyen fűtési rendszer sem. Ugye villanyal ment a tűzhely is, de ez lehet, hogy csak a szállásunkra jellemző. Vagy ennek is utána nézek, hogy egyáltalán van-e itt gáz. Milyen erőművek vannak, az jól látszik, hogy ahol jártunk, majd erről is beteszek egy videót, hogy egy vízesésnél jártunk, és ott a vízesés fölött van egy ilyen gravitációs erőmű, ahol lezúduló vizet fogják be, illetve azt használják fel energiatermelésre. Tehát gondolom, hogy itt Svájcban is vannak ilyen vízerőművek, hiszen ezt tudják legjobban hasznosítani. Láttam napelemeket is, napkollektorokat is, de az nem olyan nagy számban, mint például Németországban vagy Ausztriában. Úgyhogy vagy valószínűséggel Svájc importálja az energiát és az áramot. Svájcban az angol nyelvtudással nem sokra megyünk, mert bár sokan beszélik, de nem hivatalos nyelv. Svájcban két hivatalos nyelv van, a német és a francia, de inkább a németet használják itt ezen a területen, ahol mi vagyunk. Nagyjából ennyit gondolnék így összefoglalóként, ha bármiben tévedtem, akkor kérlek benneteket, hogy egészítsétek ki, és lehetőleg emberi hangon egészítsétek ki, mindenki tévedhet. Én is az itteniektől hallottam ezeket az infokat, tehát ők is adhattak át rossz információkat, és hogyha van még bővebb infótok, amivel kiegészítenétek ezt, akkor kérlek azt is osszátok meg. Én azt látom, hogy Svájcban dolgozni, munkát vállalni, az nagyon vonzó lehet, viszont azzal legyetek tisztában, hogy itt nagyobb lábon fogtok élni abból a pénzből, és nem biztos, hogy olyan sokat fogtok félretenni, viszont jól fogtok élni, hogyha ide kijöttök. Nagyon sokan választják ezt az országot, de azért sokkal nehezebb munkát vállalni itt, mint akár Németországban vagy Ausztriában. Tehát, hogyha külföldön szeretnétek munkát vállalni, akkor inkább azt javaslom, hogy Ausztriát vagy Németországot válasszátok, főleg, hogyha van német nyelvtudásotok, és ha éreztek magatokban kihívást és vannak kapcsolataitok, akkor esetleg meg lehet próbálkozni Svájccal is. De ide Svájcba csak úgy kijönni, ismeretség és kapcsolatok nélkül, azt gondolom az nagyon-nagyon nehéz dolog lenne, hogyha munkát szeretnétek vállalni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, végignéztétek ezt a videót, remélem sok új és érdekes információval lettetek gazdagabbak, legyen szép napotok, sziasztok!